A havi helyzet elnevezésű rendezvény sorozat legutóbbi érdekképviselet a felsőoktatásban című fórumán a főiskolásokat próbálta megszólítani a Nemzeti Ifjúsági Tanács és az Új Nemzedék Nyíregyházi Központja. Ez már a negyedik téma volt, amiről vitáztak a fiatalok a tavaly novemberi indulás óta. Nagyobb számban inkább középiskolások vettek részt eddig a beszélgetéseken, ezért próbáltak most inkább az egyetemistáknak és a főiskolásoknak kedvezni. Alapvetően az én feladatom az kommunikációs és informatikai ügyvivő. Hát mivel ez számomra inkább egy PR rendezvény, ahol népszerűsíthetjük az egyetemet, így leginkább ez, főképp ugye ez a megjelenés is ezt szolgálja számomra, illetve a kapcsolatépítés a más intézmények képviselőivel. A különböző témákat a visszajelzések alapján választják ki a szervezők. Ezek alapján hívnak a beszélgetésre szakembereket, valamint megyei és városi vezetőket. Céljuk, hogy a vitaestek után olyan vélemények, javaslatok alakuljanak ki, amelyeket a döntéshozóknak is eljuttathatnak majd. Korábban már Nyíregyháza város alpolgármestere és a megyei közgyűlés alelnöke is vendégük volt már. Amikor a dr. Úrik Attila alpolgármester úr látogatott el hozzánk, ő meghallgatta a fiatalokat, elmondhatták a véleményüket, illetve a javaslataikat, és megkért minket, hogy fogalmazunk egy ilyen javaslatcsomagot, amit jutassunk el hozzá, hogy hogyan lehet a fiatalokat jobban bevonni, az önkormányzat hogyan tudja hatékonyabban megszólítani őket, és ezt eljutattuk a számára. Ez azt tartalmazta, hogy online felületeken és a közösségi oldalon keresztül próbálja megszólítani a fiatalokat a város, illetve a megye vezetése. A fiatalok egyre nyitottabbak, örülnek annak, hogy van egy hely, ahol kifejezhetik véleményüket, vélik a szervezők. Ennek egyik kiemelkedő példája, hogy idén tartották az első városi diákparlamenti ülés Nyíregyházán, jövő héten pedig a megyei diákparlament is ülésezik majd.